Ezt megígérte Jézus, és ez a Szentírásban egyértelműen szerepel, hogy az idők végén ő visszatér, és beteljesíti a művét, és hogy mi fog történni akkor, hogy mi lesz majd az idők végén, azt ugye a Szentírás többféle módon próbálja nekünk elmondani, megvilágítani. Sok képet, meg elbeszélést mond róla. De mindegyikben közös az, mindig hangsúlyozzák, hogy ezt emberi módon, evilági módon nem lehet elképzelni. Talán a legtalálóbban Pálapostól mondja, hogy szem nem látta, fül nem hallotta, Emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik szeretik őt. Tehát azt akarja mondani, hogy ne akarjuk elképzelni, úgyse tudunk róla ö, helyes valódi képet alkotni, úgyis minden erről szóló beszéd csak valami hasonlat vagy e féle. És kedves testvérek, ezért én azt gondolom, hogy mikor a jövőről gondolkodunk, akár arról, hogy mi vár ránk a halál után, akár arról, hogy mi vár a világra a világ végén, akkor inkább úgy érdemes ezt a kérdést föltenni, nem az az érdekes, hogy mi, hanem az, hogy ki vár ránk az élet végén, meg a világ végén, és ennek a fényében értelmet nyer Jézusnak az egész életútja, ami arról szól, hogy mindenütt jelen van, jelen van a legszegényebb emberek között, amikor megszületik Betlehemben, és jelen van a legmegalázottabb emberek között, amikor meghal a keresztem. És ott van, amikor föltámad a halálból, az emberi élet útnak minden állomásán végig megy Jézus azért, hogy bárhova is érkezünk meg, ott ővele találkozzunk. Ott ő vár minket. Tehát nehéz az embernek elgondolni azt, hogy mi lesz majd a halál után, vagy milyen lesz majd az örök élet, egy dolgot tudunk ezzel kapcsolatban, <coughs> azt, hogy az a Jézus, akit a hitben megismertünk, megszerettünk és követünk, ő velünk lesz.